a Hova megy két című dar az új lemezünkről. Hát reméljük, hogy el is fog készülni, csak azért rész még erről beszélni, mert még ötletelés szinten van. Tehát aztán lehet, hogy egy-két hóan megodogbongat, és nem ebből a dalból fog készülni klip, de hogy klip biztosan fog készülni még az új lemezről, az 100%. Azt akarja az ember klipnek megcsinálni, végre úgy érzi, slágeres. Mert annak van értelme, hogy abba akkor még plusz energiát befektessen. Slágeres. Nem, és slágeres. Hadd legyek én is a tetején, hadd játszam én a hőszerepét, hadd legyek én is az egy kicsikét. Mindenki olyan videóklipet szeretne csinálni, ami igazából egy zseniális ötleted alapszik. Volt nekünk egy pár ilyen image klip, gitár, meg dob, meg ilyesmi. Igazából annál mi többet szeretnénk nyújtani, mint hogy pózoló gitárral. Idézőjelben pózoló gitárral, mert gitárral születtünk, tehát az egy testének a meghosszabbítása igazából. Minek a meghosszabbítása? Tesztet csináltuk, amilyen kameratrükkel fogjuk megoldani azt, hogy mindenki szájról szájra terjedjen, és YouTube-ra, mert igazából az a felület és semmi más, hogy így, hogy mi történjen. Ez még a jövő szere. Most lesz vége tényleg ennek a fesztivál szezonnak, de hála Istennek kitalálták a főiskolás és egyetemi bulikat és gólyabálkat és gólyatáborokat, úgyhogy nem aggódunk. Nekem egy kicsit nehezen indult, mert hogy egy kicsit sok volt, mert nem koncerteztem ennyit az utóbbi mondjuk 10 évben, de régen én is csináltam ezt, de most egy kicsit idősebb vagyok, és ezért nehéz volt. De aztán az volt, hogy annyira nehéz volt, hogy inkább eltörtem az ujjam, és akkor nem kellett elmenni körülbelül 3/4-re, és így viszonylag olcsón megúsztam, úgyhogy most itt vagyok tele energiában. Igazából a Bálintkát a negyedik lemezünk kapcsán roppantottuk be a zenekarba. Eddig is foglalkoztunk kiegészítő ilyen hangulati elemekkel, szintetizátor, stb. Vonosok, ilyesmit, csak eddig szartunk rá, hogy ezt hogy adjuk elő. Na most az új lemez az úgy indult el, hogy eleve az a cím, hogy tudományos, fantasztikus pop, ami azért egyel tágabb, már csak kimondva is, mint az, hogy rock and roll zenét játszik egy zenekar. Nem változott a zenekarok a stílusa, és a Bálintot így egy ilyen 20 év barátság, lassan 20 év barátság után így, hogy hát akkor figyelj, Bálintkám, nem-e lenne kedved velünk, és akkor egy kicsit megijedt, mert mi egy működő zenekar vagyunk, és hát... Olyan, és még soha nem játszott. És hát így sok koncert, stb. És hát így próbálja velünk felvenni a lépést, de hát igazából szakavatott fiatal emberről beszélgetünk.